Kodály Zoltán utca az nem egy hosszú utca, nem olyan, mint a Kertész út, de sok lakója van, mivel vannak ott 10 emeletes házak, meg számos 4 emeletes, ilyen hosszú szalagház, és a forgalma ennek az utcának már hosszú évek óta időnként elviselhetetlen. Ez amikor reggel hozzák a gyerekeket iskolába, óvodába, 8 óra előtti időszak, és délután, mikor viszik haza, meglehetősen szűk az utca, parkolási lehetőség alig. Úgyhogy ezt tekintettem első feladatomnak, hogy ezt az utcának a forgalmát oldjuk meg. Zsuzsa, ha mondanál néhány szót a ottani helyzetről, hogy mi szokott ott lenni? Szörnyű állapotok. Urakodtak ott, gépkocsik felálltak a járdára, nem lehetett biztonságosan közlekedni. A bottal idősebb emberek mentek, abszolút nem tudtak elmenni, babakocsit nem lehetett átolni, tolószékkel, valaki közlekedik, nem tudok közlekedni, kikerülnek az útest a gépkocsik között. Most ugye jobb oldalon készen van a járda, így ugye a közlekedésünk biztonságos, nem beszélve arról, hogy 48 évig az elég épít ez a járda, azóta ez felújítva nem lehet. Most januárban 48 éves, 64 januárjában kerültek ott egy jó pár épület átadásra. Az iskola is, és azóta a felújítás nem volt. Hepehupás volt, nagyon töredezett volt a járda, embereknek ott közlekedni városötétben nem volt biztonságos, most új járda épült képviselőknek köszönhetően, és így biztonságosan és sima területet tudunk közlekedni, és a gépkocsik se tudnak felállni, van mellett egy parkoló, magasabb a járda, mint a parkoló, de nem tudnak itt felállni. És amit halljuk, ugyanez a másik oldalon is meg is tud, akkor más oldalon is biztonságosan tudnak közlekedni az emberek. Természetesen, mint minden körzetben, ebben a körzetben is van még számos utca meg járda, amit majd fel kell újítani, sorra kell venni, de hál' Istennek ez megindult. Ugye tudjuk, hogy a közbeszerzések miatt a nem olyan gyors az ügyintézés. Nagyon szerettük volna ezt a nyári szünetben megoldani, de hát mire kiderült, hogy kiindulhatnak a pályázatokon, meg az EMAS-szal volt egy hosszabb levélváltás, amiatt, mert ott megy a világítás oszlopai, ott vannak, ahol most a parkoló épül, és a vezetéket egy speciális fémlappal kellett lefedni ahhoz, hogy az EMAS hozzájáruljon, hogy parkolót lehessen fölé építeni. Szívem ugye a civil tanácsnoki szerepemből a civil életnek a segítése a magam eszközeivel. De a magam eszközei azok azok, hogy katalizálni tudok folyamatokat a civil szervezet és az önkormányzat között. Egyik ilyen szívem csücske a szabadidő szervezetemnek az elnöke egy tűr mellettem be, hogy csak a szóvédelmény szólt a tevékenységetekről. Az egyik civil kerekasztal tagjaként én jó magam nagyon meglepődtem azon, hogy a városban civil referens után egy civil tanácsnok is megbízásra kerül. Annak külön örültünk, hogy legalábbis jó magam igen, hogy Misi bácsi, mi csak magunk között elnézést, és így hívjuk, hogy Misi bácsi lett ez a civil tanácsnok, és mint kerekasztal tagjákra, hogy mondjam, hogy rendszeresen ott van a kerekasztal üléseken, és figyelemmel kíséri a munkánkat. De úgy, ahogy említette, vannak olyan szekciók, akik külön is meghívják őt a programjaikra. A szabadidő szekció egy ilyen szekció. 22 civil közösségből állunk, és mivel a szekciónknak nagyon összetett a tagsága, itt az elüstívő nyugdíjas klubtól kezdve a Dobó István szintén katonai nyugdíjas klubig, vagy a Babamama Egyesület, vagy az a négy természetjáró közösség, amely meghatározó itt a városban, a Bukki Vörösmegye, a Heves megyei természetbarát szövetség, vagy itt van a saját a forrásdése. Tehát elég szerte ágazó a civil a mi szekcióknak az összetétele, és éppen ezért ebből adódóan nagyon sok típusú és sokrétű a munkák, amit végzünk. Fontos ebben a körzetben a hajléktalan kérdésnek a megoldása, és hát ez is akkor sikerül, én bízom benne, hogy sőt, határozott szándékunk van rá, hogy ezt ebben a ciklusban megoldjuk. Pályázati lehetőségre várunk, hogy ha meg lesz egy olyan pályázat, amivel el tudunk indulni abban, mert ami itt van, Kertész úti hajléktalan otthon, ez már önmagában is teljesen leromlott.